Ezen az 5 hektáros területen épül meg az az üzem, amelyben elektromos és elektronikus háztartási hulladékok integrált feldolgozására nyílik majd lehetőség a legkorszerűbb feltételek és a legszigorúbb környezetvédelmi előírások betartása mellett. Egy újfajta iparágat, a környezetipart honosítja meg a megyében, hiszen a hulladékfeldolgozásnak egy magasabb szintjére értünk, amely mindenképpen a tudatosabb gondolkodása, a tudatosabb környezeti gondolkodás vetíti előre. A karcagi üzemben egy jól bevált modellt vezetnek be, melyet az Európai Unió környezetvédelmi testületei is támogatnak. Európában a hamburgi modellt szeretnénk megvalósítani Magyarországon, hiszen a német ipar az, ami leginkább közel áll hozzánk, és példaértékűen üzemel az elektronikai hulladékbontás, szeparálás, fémek visszanyerése területén. A megye egyik hátrányos régiója a keleti rész. Karcag polgármestere szerint a beruházás mérföldkő a nagykunság életében, hiszen több mint 100 családnak biztosít majd megélhetést. Körülbelül 150-170 fő dolgozik majd ebben az üzemben. Ez gyakorlatilag annyi családot jelent, tehát ez mindenképpen örömteli számunkra. A beruházást a Vidékfejlesztési Minisztérium is támogatta. Most ez a feldolgozó mű lehetővé teszi azt, hogy visszanyerjük az értékes nyersanyagokat, és azokat újra felhasználjuk az ipari termelésben, így nem kell annyit importálni, és nem szennyezik a környezetet sem. Ezért is fontos az, hogy ilyen környezetbarát zöld beruházások legyenek Magyarországon, minél több lehetőleg. Az Európai Unió támogatásával, amint egy 3,5 milliárd forintból megvalósuló létesítményben már az év végén megkezdődhet a termelés.